A populista politikusokat bírálta a Nemzetközi Migrációs Szervezet igazgatója mondván, számukra a migráció csupán eszköz ahhoz, hogy elfedjék a valós társadalmi problémákat és saját hatalmukat növeljék. António Vitorino a portugál nagykövetek lisszaboni csúcs találkozóján fejtette ki véleményét. Úgy gondolom, egyes politikai erők könnyű bűnbakként akarják használni a migrációt a különböző társadalmi problémákra, amelyek jelen vannak a fejlett társadalmakban, és amelyek jóval messzebb mutatnak a migráció kérdésénél. Az igazgató szerint a klímaváltozás is jelentősen növeli az élhető helyet keresők számát. A globális felmelegedés megváltoztatja az emberek életét. Közép-Afrika több területén is azt látjuk, hogy a vízhiány miatt, már pedig a vízhiány lesz a 21. század legnagyobb problémája. Az embereknek vidékről a városokba kell költözniük, de ott általában nincsenek olyan feltételek, hogy közülük mindenkit befogadjanak. De nem csak Líbiából érkeznek menekültek. Az amerikai-mexikói határon és az észak-afrikai spanyol exklávékba is több ezren próbálnak meg átszökni évente. Mondhatjuk, hogy manapság arányaiban többen halnak meg azok közül, akik megkísérlik a tengeri átkelést. Bár kevesebben indulnak el, mert ma már jobban ellenőrzik az elindulni készülőket. A líbiai parti őrség hatékonyabb, így sokakat eltántorítanak a csak nem biztosan öngyilkos úttól. Ez bizonyítja, hogy szükség van a kormányok visszatartó erejű intézkedéseire ahhoz, hogy meggyőzzék az embereket, ez nem járható út. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága szerint tavaly több mint 2200-an veszítették életüket a veszélyes földközi tengeri úton Európa felé, még 113 ezeren sikeresen keltek át.